Jó? Jó? Hát ez inkább Schiller lett, maradjunk annyiban, mint Rosé. Mutasd! Sötétebb, ezt most nem veszed, ugye? Nézzánk, lehet, hogy bekostolt egy picit a hordók mögött. Hát tényleg nem ezt kellett volna hozni. Sokan kérdik tőlünk, hogy hogy készül a jó forralt bor. Erre van egy jó receptünk, ezt mutatjuk meg a Krúdi utcában, a Gádor Borbár teraszán önöknek. Gyakori kérdés, hogy milyen borból készítsük a forralt bort. Erre van egy pár tippem, de az a kezem, hogy miből ne. Gazdagtalanú, klasszikus szerkezetű vörösborból, mondjuk Cabernet Sauvignonból, Cabernet Francból, Merlotból vagy Syrahból, én nem állnék neki forralt bort készíteni. Ezeknek a boroknak ugyanis relatív magas a tannin tartalma. A tannin magas hőmérsékleten durvává, karcossá válik, tehát én ezt nem javasolnám. Helyette viszont egy fehér bor igen nagyszerű alapja lehet forralt borunknak. Ez például Szecskő Tamás Mátyai Muszkát Otthonája 2011-es évadból, ami egyébként egy fél édes bor. Nagyon gazdag, gyümölcsös, fűszeres illata van. Ez mindenféleképpen hozzátesz a forralt borhoz, és ha hozzáveszünk, hogy relatív magas a cukortartalma is, kevesebb kristálycukrot kell használnunk a recepthez. Szintén nagyon jó választás lehet egy rozé, például Légli Géza szőlős kislaki rozé a 2011-es évadból, ami, hogyha jobban megnézik, hát egy picit mélyebb színre sikeredett, talán még mélyebb is a színe, mint Trombitás Tamás Schillerének, de nem baj, néhány órával tovább maradt a helyon. Egyébként egy könnyed, friss, élénk savérzetű, nagyon kellemes, diszkrét, gyümölcsös aromavilágú bor, nagyszerű forralt bor alap. És akkor, amit már említettem, Trombitás Tamás Schillere Szentbékkánáról a 2011-es évjáratból, megmondom őszintén, az egyik kedvenc forralt bor alapom. Ezt mindenképpen ki fogjuk próbálni. Illetve, ha nem is vörös, egy piros bor, Ráspi Kopárja 2010-es évjáratból, ugye ez egy alacsonyabb tannintartalmú vörös bor, színe sokkal inkább idézi a Schillereket sem, mint a vörös borokat, tehát ha valaki tényleg vörösből szereti, akkor azt mondom, hogy maximum eddig a tannintartalmunk menjen el, egy jó kopárból minden bizonnyal nagyszerű forralból készíthető. Nos, akkor a hozzávalók. 3 evőkanány kristálycukor, egy nagyobb rúd fahéj darabokra törve, egy darab csillagánis, 8 darab szegfűszeg, egy fél citrom kifacsart leve, és egy nagyobb narancs, szintén kifacsart leve. Trombitás Tamás szendékkel és illerét fel is bontottam, készen áll a bevetésre. Nincs is már dolgunk, mint egy megfelelő edénybe öntjük. Jó, ezzel meg is vagyunk. Hozzáadjuk az alapanyagokat, az alkotókat. Először mehet bele a cukor. Fahéj, csillagánis, a szegfűszeg, hozzáöntjük a citromlevet, és a narancslét. És ezen a ponton következik az, hogy az egészet jól megkavarjuk. És innentől kezdve nincs is más dolgunk, körülbelül 15-20 percig várunk. Amíg a forralt borunk készül, egy nagyon fontos információt szeretnék önökkel megosztani. A forralt bor nem onnan kapta a nevét, hogy valóban fel kell forralni. Tehát nem a víz, hanem az alkohol forráspontját kell alapul vennünk, amikor melegítjük az italt. 80 Celsius fokra melegíthetjük maximum. Ebben az esetben, mivel rövid ideig tart a melegítés, nem illan el az alkohol, mert milyen lenne már egy alkohol nélküli forralt bor, ugye? Az nem az igazi, nem lenne meg a kellő hatása, nem melegítene fel bennünket hideg téli napokon. Tegnap tartottam egy főpróbát, fehér borból készítettem el a forralt bort. Ráspi 2011-es évéletű tündérét választottam erre a célra. Zseniális lett az ital, barátoknak is megmutattam itt az utcában, mindenkinek nagyon tetszett. Egy dolog volt azonban, nézzék meg, milyen lesz a bor, miközben melegítjük. Zavaros a felszíne, és fehér bor tetején nem mutat igazán jól, úgyhogy ebből adódóan mára úgy döntöttem, hogy Schillerből készítem el önöknek. Nos, a forralt bor elkészült, semmi más dolgunk nincs, mint szépen leszűrjük. Yeah.
és poharakba töltjük. Most pedig megnézzük, hogy hogy ízlik az utca emberének a forralt bora. Uram, tisztelettel! Tessék megkóstolni. Jaj, bocs! Bocs! Hú, ez szenzációs. Igen? Nagyon. Most hogy meglátogatjuk Gizikét, ő az utca zöldségese. Megkérdezzük tőle, hogy ízlik neki a forralt bor. Gizike! Egy jó pohár forralt borral megkínálhatom? Csak az íze véget egy kócs, hogy mi a véleménye róla? Nem, mert én megyek. Haza. Akkor legalább az illatát nézze meg, Gizike. Balaton is illerből készül, finom, finom fűszerekkel. Nagyon, Marika megissza. Marika, itt hagyjuk Marikának, jó? Nem is hallanak. Hölgyek, most készítettünk egy kis forralgót neki. Nagyon finom, Balaton is illerből. Saját recept alapján. Ízlik? Nagyon. Egészségükre, szép napot kívánok. No és akkor már csak egy pohárka van belőle, kinek adjuk ezt oda. Itt jön a főnök úr. Nagy szeretettel. Nagy szeretettel, most készítettem ezt a forralt bor, Csaba házigazdánk. Mit tudnál hozzáfűzni? Kellemes. Nagyon finom. Ennél többet nem is várhatunk. Az a lényeg, hogy a forralt bor finom legyen. Kedves egészségedre. Köszönöm szépen. Köszönjük. Már csak akkor még egyszer, tehát most odáig fogunk eljutni, hogy akkor bebontottam, belöntöm, beállítom a hőfokot, hozzáadom az összetevőket, hoztam le a fakanalat.